Sziasztok! Ismét itt vagyunk, én Ákos, ez pedig, amit láttok, a veganblog.hu élő adása ismét. A mai napon is finom vegán ételt készítünk közösen. Higgyétek el, ebben a nagy melegben nem akarjuk túl bonyolítani, egyszerű lesz. Tésztaszószról van szó, vagy inkább azt mondanám, hogy a sajtos tészta ízvilágát próbáljuk majd elérni. Szerintem több, mint kevesebb sikerrel. Tényleg gyorsak leszünk. Gyertek, tartsatok velünk, mert mindjárt kezdünk. Sziasztok, már itt is vagyunk, és amiről még talán nem beszéltem a tésztaszószunk kapcsán, hogy alacsony zsírtartalmú, hogyha gluténmentes tésztával készítitek, akkor nyilvánvalóan gluténmentes. Egyébként semmilyen magvat nem tartalmaz, tehát egy könnyű étel, és azt gondolom, hogy fitten és frissen tart minket ebbe a nagy melegben is, és nem utolsó sorban a gyerekekkel is meg lehet szerettetni a vegán ételeket, illetve a vegán életmódot, mert higgyétek el, hogy ők is imádni fogják. Nézzük is, miből készítjük el. Ahogy azt már bizonyára sokan tudjátok, az összes hozzávaló és a felhasználandó mennyiségek a videó alatti leírásban megtalálhatóak, de mint mindig egy picit beszéljünk most is róluk, a zöldségekről, egyébként a burgonya és a répa, amit itt látok. Ha megbízható forrásból vagy a saját földeteken termet, akkor gyakorlatilag a héját se kell leszedni. Mi egyébként most csak a répát fogjuk meghámozni, a krumplit nem. Menjünk egy picit tovább. Növényi tej, tészta, hát ez formájában, illetve minden tekintetben általatok kiválasztható, hogy milyen jellegű és ízű legyen. És élesztő pehely, ez, mint már sokszor elmondtam, elhagyható, hogyha valamiért ez nektek nem szimpatikus. És nézzük a fűszereket, amiben talán most se fogok belebonyolódni. Kurkuma, füstölt piros paprika, bors, fokhagyma, por és hagymapor, illetve só. Nem is kell talán mondanom, hogy a hagymát, fokhagymát nyilván úgymond valódi formájában is felhasználhatjátok. Szerintem kezdjünk hozzá a munkába, az igazából a főzés lesz az egyetlen, ami egy pici időt igényel majd, de higgyétek el, hogy így is nagyon gyors lesz az elkészítése. Első lépésként feldaraboljuk a krumplit, illetve majd a répát is. Igazából semmilyen formai követelmény nincsen, ami viszont fontos, hogy minél kisebbekre vagy szeletekre vágjuk, illetve darabokra vágjuk, annál könnyebben és gyorsabban meg fog főni. Tehát látjátok, most én sem viszem ezt túlzásba. Azonnal tehetjük egyébként a lábasba, és választhatok olyan edényt, amiben botmixert tudunk majd használni, mert így egészen gyorsan el fogjuk tudni készíteni a szószunkat. Most nem kell végigvárnotok az összeset, de szerintem erről ennyit látni épp elég volt. Így néznek ki a zöldségeink, nincs más dolgunk, mint hogy felöntsük vízzel. Pont annyit tegyünk bele, hogy ellepje az összes zöldségünket. Oké. Okay. És hozzuk meg, hát a csipetnyi só, vagy igazából nagyon erre okosakat nem tudok mondani, ez lesz a csipetnyi. Ez már sok csipetnyi, és megkeverjük. És az a feladatunk most, hogy 20 percig ilyen közepes hőmérsékleten főzzük, és akkor nagyon szépen meg fognak puhulni. Még lehet, hogy mindjárt rátöltök egy kis vizet. A zöldségeink szépen fedő alatt puhulnak, ezzel párhuzamosan tegyünk fel vizet a tésztának, nyilvánvalóan sós vizet, mindjárt felforraljuk és folytatjuk. A tésztánk elkészült, leszűrtük, félreraktuk, és megpuhultak a zöldségeink is, úgyhogy itt az ideje, hogy beletegyük a fűszereket, illetve a sörélesztő pehelyt, vagy pejhet. Azért egy kicsit elkevergetem, és mindjárt a botmixer segítségével úgyis jobban el fog keveredni, de azért könnyítsük meg az ő dolgát is. Jó. Ó, nagyon szép puhák lettek a zöldségek, egyébként lehet, hogy nem látjátok, de én igen, és ezért mesélek róla. Szerintem jöhet a botmixer is. Szépen összedolgozzuk, és most ez a lépés ezzel véget is ér. És mindjárt kész egyébként az ételünk is. Szóval nézzétek, ilyen elég sűrű állagú egyelőre a kis
szószunk, úgyhogy most itt az ideje, próbálok itt úgy nyúlni, hogy ne legyen senkinek baja, hogy egy kis növényi tejet tegyünk hozzá, és igazából ennek az egyetlen trükkje az, hogy addig hűtsük, illetve addig aprítsuk, illetve szószosítsuk, amíg tökéletes állagúvá nem válik. Szerintem mindjárt elérjük ezt az állagot. Nézzük közösen, mert dicsekvés nélkül fantasztikus lett, de tényleg nézzétek az állagát, tehát tényleg egy nagyon kellemes light szószos, picit a cheddar sajtra is emlékeztet, ha valaki tudja, hogy ez milyen. Jó, nyilván viccből mondtam, de a lényeg az, hogy isteni, én már belekóstoltam. Nincs más dolgunk, mint hogy összekeverjük a tésztával, és együk meg. Ennyi. El is készültünk a finom tésztaszószunkkal. Ilyen szépet, és higgyétek el, nagyon finom. Mindenképpen próbáljátok ki. Tényleg nagyon könnyű, és valóban egyfajta sajtos jelleget ad az ételünknek, úgyhogy szerintem itt az ideje, hogy ebbe a nyári melegbe is akár egy könnyű ételként fogyasszatok belőle. Vigyázzatok magatokra, nagyon meleg van, még a poputerék is hőre lágyulnak, úgyhogy tényleg azt gondolom, menjetek, csobbanjatok, napozzatok, élvezzétek. Ha tetszett ez a videó, lájkoljatok, jelöljétek be a harangot, hogyha kéritek, és már pedig kéritek a jelzéseket az újabb és újabb videókról. A YouTube videó alatt írjatok, legyetek szívesek egy köszönömet. Igazából mára végeztünk is. Jó nyaralást, vigyázzatok magatokra, sziasztok!